A klímaváltozás elleni harcban a lakosság részvételére is szükség van. Számos civil szervezet hangoztatja, hogy a hétköznapi szokások változtatásával is jelentősen csökkenthető a légkörbe jutó széndioxid összmennyisége. Ehhez az egyik első lépés az energiafelhasználás hatékonyságának javítása. Az Energia Klub elnöke erre mondott példákat. Jelentősen csökkentenünk kell az energiaigényt, és utána a maradék energiaigényt azt sokkal nagyobb részben kell megújuló alapon elszállítani az emberekhez. Gyakorlatilag ugye ez azt jelenti, hogy szigetelni kell a házakat, át kell alakítani a fűtési rendszert, ki kell cserélni ablakokat, hiszen ma Magyarországon az épületek használják fel az energia 40%-át uszkve. A Magyarországi Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben is kiemelt szerepet kap az energiafogyasztás csökkentése, a hatékonyság növelése, amihez az atomenergia kapacitásának hosszú távú fenntartását jelölik meg lehetséges forrásként. A nukleáris iparról kedden Budapesten bemutatott jelentés szerint azonban az atomenergia idejét múlt. Ugyan földrajzi és gazdaságpolitikai okokból egyes országokban kézenfekvő megoldást jelent a fosszilis energiahordozók csökkentéséhez, de hosszú távon a megújuló források, mint a nap- és szélenergia, olcsóbb alternatíva.